A Kuckó Gyermeksarok civil szervezet 2004-ben alakult elsősorban a célból, hogy foglalkozásokat tartson az óvodáskor előtti korosztály számára. Szükségesnek éreztük a fiatal szülők, hogy gyermekeink, akik akkor 3 és 5 év kor között voltak, hogy legyen lehetőségük magyar nyelven napközibe járni. És ezt államilag nem tudtuk elintézni, és így fogtuk magunkat, és egy civil szervezeten keresztül kezdtük működtetni a napközit. A Kuckó az egy olyan hely, ahol az ember szívesen betél, szívesen eltölt 1-2 órát, és ez miatt adtuk ezt a nevet. És úgy gondolom, hogy hozzátettük, hogy a Kuckó gyermeksarok, hogy világossá tegyük azt, hogy ez az a hely, ahol a gyermekek mindig eljöhetnek, mindig kapnak valami többet, mint az állami intézményekbe, és ez egy olyan hely, ahol mindenképpen a gyermek az első. A Kuckó tevékenysége az eltelt években a közösség igényeinek változásával kiszélesült. A szervezet az évek alatt Nyugatbácska művelődési életének egyik legfontosabb hajtóereje lett. Együttműködtünk a helyi közösségekkel, együttműködtünk az iskolákkal, az óvodákkal, és ez ma is így van. Aztán vannak a Kuckónak hagyományos saját programjai is. Ilyen nagyon szép például a lucanapi ünnepségünk, amikor ide Zomborba hívjuk össze a nyugatbácskai magyar óvodásokat. Aztán a kupuszinai helyi közösséggel együttműködve a Mikulásváráson részt veszünk Kupuszinán, amikor a Mikulás ugye kocsival, szekérrel viszi az ajándékot a helyi gyerekeknek. Összegyűjtjük a szórvány szórványát, tehát a csonopjai, az őrszállási, a regőcei gyerekeket, aztán különböző kirándulásokat, tanulmányi utakat szervezünk. Legutóbb például Péterváradon jártunk, a Fruskagorán sétáltak a gyerekek a nagyjaink nyomdokain elnevezésű programunkban. Mindig pedagógusokat hívunk segítségül, ugye az adott programhoz illően óvónőket, illetve tanárokat, tanítókat. A Kuckó doroszlói alapítású regionális szintű civil szervezet. Nincs állandó költségvetése, pályázatok útján tartja fenn magát.